Én idő, veled. Ez itt a Femina Podcast csatornája. Lélektöltő beszélgetések Sós Andreával és vendégeivel. Az elmúlt években többszörösen meghódította a hazai színpadokat Egressy Zoltán Portugál című darabja. Az előadást most műsorára tűzi a József Attila Színház is. A rendező Lengyel Ferenc, aki korábban több mint 400-szor színpadra lépett már a darab egyik főszerepében. Vajon hogyan fogadta a mostani felkérést? Amikor megkerestek, szó se jutottam, mert annyira örültem. Persze a nehézséget az okozza, hogy 423-szor játszod a darabot, akkor az egész színdarabot kívülről tudom, hogy itt vannak a fülembe a tónusok, a hangok, a mozgások, de nekünk az a dolgunk, hogy valami más csinálni, valami olyat, ami még nem volt. A darabban egy képzeletbeli magyar falu hétköznapjaiba pillantunk bele, rengeteg a komikum. A vicces jelenetek és a fergeteges nevetések mögött azonban súlyos drámai pillanatok és nehéz sorsok villannak fel. Az emberek lelkeit pedig a falu fradista és alkoholista papja Quintus Konrád hordozza. Papnak biztos van sok titka, sok terhe, lelkek, azokat a pici kis kereszteket ő cipeli, mindenkinek van bűne. Mindenkinek van nehéz sorsa. Azt az italt, amin egy ilyen érdekes kereszt van a gömbölyű palackon, azt én nagyon szereti, valószínűleg a kereszt miatt. Felkavarja az állóvizet, amikor a fővárosból betoppan egy férfi, aki meg is sebzi a női főszereplő Masni szívét. Hogyan érez a szerelmes nőt alakítva Kónya Merlin Renáta? Olyan, mintha a pezsgőtablettát raktak volna a Masni vérébe, én mindig azt érzem. Pezseg a vére. Az előadás főhelyszíne a település kiskocsmája, de hányféleképpen lehet az ittasságot eljátszani? Ehhez a kérdéshez kapcsolódik az, hogy ki a részeg, ki az alkoholista, aki ugyanannyit iszik, mint mi, csak nem szeretjük. Tehát, hogy ez ugye elhangzik, és itt nagyon fontos, hogy szeretjük őket, és a néző is szeresse őket, és akkor tulajdonképpen nem igazán azzal foglalkozik, hogy az alkoholizmusa, hanem a sorsával, hogy miért itt tart valaki, és itt már a színész fantázia jön, kreativitása, ötletek vannak, és ez mind nagyon jó hangulatba zajlik, de mindig próbáljuk az igazságát megtalálni. Ma a Portugál című előadásról beszélgetünk tehát, miközben alaposan a színházi kulisszák mögé nézünk. Kiderül például, hogy a súgónak 1000 dolga van azon kívül, hogy az előadás alatt kisegíti a szövegét elfelejtő művészt. Megtudjuk, tényleg olyan különleges-e az első, a bemutató előadás, és megelevenedik a színészek rémálma egy fergeteges beugrás története. És persze Lengyel Ferenctől megkérdezzük, mit szól a sorozatok hozta sikereihez és ismertséghez. Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Tartsatok velünk, vagyis Kónya Merlin Renátával, Lengyel Ferenccel és Quintus Konráddal. Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A Femina Podcastban a vendégeim a József Attila Színház művészei, Kónya Merlin Renáta színművész, Lengyel Ferenc színművész rendező és Quintus Konrád színművész van velünk. Sikerült az elején belepakizni. Na hát, köszi, sokáig hogy gondolkoztak, hogy németnek hívek, de aztán végül is a lengyel mellett döntöttek. Hát, pedig még annyi verzió lett volna, még eltévedhettem volna. Igen, az cseh. Na, ne haragudj. Szóval, köszönöm, hogy itt vagytok. A beszélgetésünknek az apropója az, hogy hamarosan bemutatja a József Attila Színház a Portugál című darabot, amelynek Feri a rendezője, és hát a színészek közül most ketten vannak itt velünk. 2 hét múlva van a premier, izgalmas, szerepetekkel például a színészek, hogy álltok, illetve hát a rendezőnél meg egy még érdekesebb kérdés, a te esetedben Feri meg végképp, mert hogy a katonában ugye ment ez, nem tudom, 400 fölötti... 423. 423-szor, 20 éven keresztül, igen. Tehát te éppen eléggé ismerted már a művet, amikor elkezdtétek próbálni. Mi újat tudott mutatni, vagy mit szerettél volna te megmutatni vele, ami a 423-szor még nem volt benne? Van egyáltalán ilyen? Tulajdonképpen ez olyan, mint ha újraolvasunk egy könyvet, és eltelik egy bizonyos idő, és akkor mit mond most az adott korban, korszakunkban, életünkben, és akkor én mindig rájövök, hogy persze, hogyne, hát tartogat újat, és a világ is másképpen halad másfele. De amit én szerettem volna pluszban hozzátenni, vagy inkább felerősíteni azt, hogy ezek az emberek
milyen szerencsétlen sorsúak, és mulatságos a szituáció, de ők maguk nem, és nem nevetségesé akarom tenni ezeket az embereket, vagy a nyomort, vagy az alkoholizmust, hanem inkább az együttérzést kiváltani. Aztán a szituációk persze, hogy adják meg a mulatságos mondatok, hogy ezzel lehessen nevetni. Az nagyon fontos, tehát ezt nem kerüljük el, de azért ennek van egy lélektani vetülete is. Igen, hogy az olvasópróbán mondtad is, mert hogy meglestem azt a kis videót a színház honlapján, hogy legyenek a szituációk viccesek, de hogy itt sorsok vannak, meg sorsokat hordoznak a szereplők. Na, visszatérünk még erre, de megkérdezem a többi kedves vendégemet is, Renátát például, hogy hogy állsz a szerepeddel? Kész vagy? Lehet kész lenni egyáltalán? Még nem vagyok kész vele, nem is tudom, hogy kész leszek-e bármelyik szerepemmel, tehát ez egy folyamatos, ez egy folyamat. Ugye bocsássak, Masnit játszod, a főszereplő. Igen. Hát ma 10-től 2-ig próbáltunk, én még benn maradtam a színházban, volt egy ruhapróbánk, mert ugye még nem jelmezesek a próbák, csak részleteiben tudjuk fölvenni, ami már megvan, és fontos ruhadarab, vagy kellék, azokat már bejátsszuk a próbákon, és én most abban a folyamatban vagyok, hogy a Törőcsik Eszter nevű súgónkkal még próba után bent maradtam a színházba, és igen, még a második felvonást nagyon erősen tanuljuk együtt, mert a súgó az általában szokott nekünk segíteni próbák között a tanulás folyamatban, mert hogyha vannak olyan replikák, amire nagyon kevés mondatom van masniként, és gyorsan kell reagálni, nehéz otthon egyedül tanulni ezeket a szövegeket, tehát sokkal jobb partnere, és nem feltétlenül ér rá bármikor a szerepbéli partnerem, úgyhogy még tanulás folyamatban vagyok, de jó úton haladunk. Ugye itt már is itt egy kulisszatitok, hogy nem biztos, hogy aki laikusként ül be egy színházi előadásra, tudja, hogy a súgónak nem csak az a feladata, hogy ha valaki eltéveszti a szerepet, besúgja, sőt, tehát legkevésbé ez a feladata, hanem hogy ilyesmi is, igen, hogy összemondja a szerepet a színészekkel. Őszintén nem tudom, hogy ez feladata egyébként. Munkaköri kötelességként nem lehet számon kérni. De csinálj. Íratlan szabály, hogy lelkesek. És lelkesedésből, igen, és barátságból. Barátságból, így van. Számára is fontos, mert együtt tanulja a szerepet szinte a színésszel. Akkor tud besúgni jól az előadás közben, hogy valaki valamit elfelejtett, vagy éppen csak egy nagy szünetet tart. A próbárnő ezt megjegyzi, hogy itt egy nagy szünetet tart, és nem elfelejtette a szöveget, hanem itt van neki egy nagy tehát a súgónak tudnia kell minden, jó esetben minden színészt nagyon meg kell, hogy ismerjen. Minden rezdülésünket figyeli. Tehát a súgó tudja, hogy mikor hibázunk, és mikor nem. És mikor nem kell, hogy súgjon, azt is tudja. Ez, amit a Koni is mond. Tehát korán sem csak a szövegről szól. Igen, tehát hogy elég bonyolult munkakör a súgás, biztos, hogy nem lennék jó súgó szerintem. Tőled is először, Konrád, annyit, hogy te ugye alkoholista és fradista pap szerepében tündökölsz, nem jól mondom? De jól mondom? De. Okay. Láttam, amit az arcomon. Nem az alkoholista. Nem, jó, mondjuk ki nem az ott. Ugye, Masni nem alkoholista. Masni talán nem, de ugye a Feri mondta, hogy mindenkinek, tehát nem a nyomorát akarja bemutatni, vagy nem csak a nyomorát, hogy itt azért persze, hogy mindenki alkoholista, de hát egy kocsmában játszódik ez a történetnek a kétharmad része, megjátszódik egy tóparton is, ugye aztán megint visszamegyünk meg búcsúba, szóval nagyon izgalmas, tessék eljönni megnézni, de hogy hát kocsmában mit csinálnak az emberek? Általában isznak, meg ugye beszélgetnek, és valahol oda kirakódik az ő történetük, élettörténetük. A nyomorukat szerintem nem élik meg. Azt a néző ezt esetleg látja. De hogy állsz te a szereppel most? Abszolút ugyanott tartok, mint a Ren, és ugyanazt vallom, amit a Ren, tehát olyan nincs, hogy kész egy szerep. Ezek mind egy folyamat, ami elkezdődik valamikor, és akkor természetesen valamikor bemutatjuk, és azt mondjuk, hogy azt mondja a rendező, hogy na most akkor olyan állapotban van, pont időben elérkeztünk oda, ami ugye március 19-én lesz, hogy akkor ez most bemutatható a nézők előtt. De azért ebben nagyon sok mókás, nagyon sok abszurd, nagyon sok groteszk jelenet van, amihez ugye kell majd a néző is.
ami egy picikét a hangsúlyokat majd ide teszi, hangsúlyokat oda teszi, és ők ugyanolyan részesei ennek az egész folyamatnak, amit úgy hívunk, hogy színház. Na hát mindjárt még fejtegetjük ezt, meg a kulisszatitkokat, természetesen kíváncsiak vagyunk, de talán van olyan hallgatónk, aki nem ismeri a darabot. Beszéljünk akkor néhány mondatot az alapszituációról, vagy hogy most végül is hol járunk meg. Mi ez a portugál, ugye Egressy Zoltánnak a műve, legendás színdarab. Amikor kiderült a Egressy Zoli számára, hogy én fogom rendezni ezt a portugált, én, aki ugye 423-szor játszottam az előadásban, akkor azt mondta, hogy nagyon örül és boldog, mert itt van egy folyamat. Tehát én 423-szor játszottam, készítettünk ebből egy filmet, abban is játszottam, és aztán eltelik egy kis idő, és aztán most ezt én megrendezem. Tehát tulajdonképpen az én életemnek is a része. A színdarab egy Irgács nevű fiktív faluban játszódik, tehát egy kitalált falu. Ott van a helyi közönség, a kocsma közönsége, akik tulajdonképpen azzal töltik az időt, hogy beszélgetnek, drukkolnak, vagy nem drukkolnak a Fradinak. Aztán az egyik egy volt rendőr szerelmes a kocsmáros lányába, de azt is megtudjuk, hogy a kocsmáros lánya pár nélkül van, szomorú, és van elvágyódása is. Ebbe... Ő Renáta a Masni. Így van, ő Renáta a Masni szerepében, és egyszer csak megérkezik ebbe az állóvízbe egy ember Budapestről, aki átutazóban van Irgácson, és menne tovább Portugáliába. Csak éppen megperzselődik a pillangó szárnya, amikor meglátja a Masnit, és ott szerelem szövődik a fiatalok között. Aztán drukkolunk is nekik, hogy ők elmennek majd együtt Portugáliába. De ez nem ilyen egyszerű. Hiszen a főhősnek felesége van, aki aztán fölbukkan. Én úgy vagyok vele, hogy nem baj, hogy spoilerezünk, mert egy színdarab, és én annak a híve vagyok, hogy még azokat is buzdítom, azokat a nézőket, vagy olvasókat, hogy olvassák el a művet először, és jöjjenek el, mert akkor lesz nekik egy saját filmjük a portugálról, aztán látnak egy verziót, amit mi közösen álmodtunk meg. És aztán mégsem jön létre, tehát ott marad egyedül. Tehát olyan elvágyódás ez a lány részéről is, a Masni részéről, hogy elmenni Portugáliába, mint a három nővérbe Moszkvába menni, a tengerpartra, csoda, álmok, romantika és szerelem, és aztán minden marad a régiben. De nem egészen, mert tragédia is történik a darab végére, de ez inkább rosszabb lesz az az állapot, tehát nem egy status quo, hanem annál rosszabb, mint ami volt. Hiszen a remény ott volt, aztán elhalt, és valószínűleg akkor végleg el is halt. Tehát nagyon nehéz innen tovább lépni. De biztatják magukat az emberek, hogy van tovább, és hogyan tovább, és főleg itt a Korrát szerepében az utolsó mondatokat szinte ő mondja ki a darabban. Nagyon fontos az ő szerepe is, meg a történet szempontjából is, hogy ezeket a kereszteket, ezeket a lelkeket hogy bírja ő cipelni papként? Vagy ki az, aki bírja egyáltalán cipelni azokat a terheket? Nagyon érdekes kérdések. Igen, igen, és hogy tovább az kívül van-e, vagy belül van-e, hogyan tovább és ahova tovább? Most igen. Csak, hogy még megtoldjam egy filozófiai kérdéssel. És ahogy itt marad a Masni, a fiú, aki ugye megperzselte őt, ő se jut el Portugáliába. Igen. Te is visszamegy. Tehát olyan, mint hogyha egy fordulópont lenne, vagy itt lenne valamiféle végállomás, ahol éppen megfordul valami, és vagy itt maradnak, vagy visszamennek innen az emberek. Na most itt szépen beleszomorodtunk ebből a történetbe. Na ezt akarom mondani, hogy közben pedig azért is értez meg ennyi előadást itt Magyarországon, meg évtizedek játszásokat, azért is népszerű, mert fergeteges. Maga a dolog, az igen, az ilyen kicsit ilyen búsas. Búsas, hogyha az ember úgy belegondol. De miközben ott vagyunk, tehát közben azért nagyon kacagtató. Uh-huh. Csak aztán, amikor úgy akkor végül is rájövünk arra, hogy senki nem jutott sehova, és minden ott marad, ahol marad, és azért ez egy vidéki kocsma, egy Irgács, ahol 300 lélek, 300 ember él, és a Masninak egy lényegen potenciális kérője van, az egyik fiú, a Retek, Lukács Dani játsza kitűnően. Bízunk amit benne. Ugye Feri játszott. Igen, amit a Feri játszott. Mindenki más idős a faluban. Tehát, hogy megkeseredik az a sok nevetés a számban, amikor a végén tudatosítjuk, hogy mi van, de hogy közben meg rengeteget nevetünk. És ez is az egyik vonzereje a darabnak, hogy tőni lehet. A Feri arról beszélt, vagy legalábbis a próbán, hogy igen, megkeseredik, de valahogy hogy szerintem lendületet ad mindannak, aki nézi. Tehát, hogy általános tünet, hogy úgy időnként megrekedünk. Szeretnénk valóban tovább jutni, egzisztenciális
mentálisan, családilag, életközepi válság, stb. Szóval azért ez egy nagyon, nagyon létező probléma, és ha erre egy kicsikét rá tudunk tekinteni, szerintem az nem elkeserít minket, hanem esetleg új lendületet ad. De a sok nevetés után természetesen hát elgondolkodtat. Hányféleképpen lehet részeget játszani, és milyen szerepet formál meg Nemcsák Károly a József Attila Színház Portugál című előadásában? Kónya Merlin Renátával, Lengyel Ferenccel és Quintus Konráddal beszélgetünk. Renáta, Masnyiról mesél nekünk, légy szíves. Hallottunk már itt a fiúktól róla, de tőled is szívesen. Ki ez a lány, ki ez a nő? Nagyon izgalmas karakternek tartom Masnyit, tehát nekem is ez egy kihívás Masnyiként dolgozni. Ő egy nagyon, a szó jó értelmében egy nagyon tiszta lány, nő, fiatal nő. És ami a szívén, az a száján van. És nem gondol túl semmit, de nem jelenti azt, hogy ő buta, hanem egyszerű és tiszta. Pont ezt az egyszerűséget őszintén megfogni magamban is, hogy az úgy szólaljon meg, hogy ne poén legyen belőle, hanem tök őszintén tesz fel kérdéseket, és ezt halál komolyan gondolja, és ő nem gondolja magát butának, érdeklődik és nyitott a világra, de ott maradt apával. Meghalt anya, és segít apának Masni. És vágyakozik a szerelemre nagyon. És hát az meg is érkezik. Bece formájában Lábodi Ádám ugye a partnered. Igen. És milyen ez a szerelem Masninak? Olyan, mintha a pezsgőtablettát raktak volna a Masni vérébe. Én mindig azt érzem. Pezseg a vére. Volt már szerelmes Masni? Hát beszél is róla, hogy igen. Egyszer. De elment. A városba. Mindenki ott hagyta, de Masni egyedül van. Mi barátnők? Nincsenek barátai. Barátnők, mindenki elment a városba, neki otthon vannak kötelességei az apjával. De ők jól érzik magukat, meg akkora szeretet van mindenkibe, egymás iránt. És amit kérdeztél, hogy miért szerethetik ennyire a nézők, mert nagyon emberi. Tehát, hogy nincs túl magyarázva semmi, tehát nem buta a történet, tehát félreértés ne essék, hanem olyan, mintha veled történne. Az édesapádat, a Kocsmárost pedig Nemcsák Károly játsza. Ez is egy legendás szerep, egy jutalomjáték, nem? Úgy van, egy remek szerep. Remek. Nagyon sok mindent föl lehet mutatni benne. A barátságot, a szeretetet, a gyereke iránti szeretetét, ami szinte már túlzó és szerelem. A féltést, és aztán a összeomlást, hogy ő alkalmatlan erre, és valaminek az okozója, bár nem az, és erről pont a pap próbálja meggyőzni, hogy vétlenek vagyunk, és ne vádold magad. Ő vádolja, de nagyon színes paletta, nagyon sok mindent föl tud rakni benne, és nagyon is illik a Nemcsákhoz a szerep. Mondtátok, hogy persze nem az a lényeg, hogy isznak, van, aki alkoholgondokkal köz, van, aki csak iszik. Na, minden esetre, hogy az alkohol azért az a kocsmában természetesen jelen van. Technikailag kérdezem, hogy azt kell játszani folyamatosan a színpadon, hogy ittas vagyok. És nagyon sokféleképpen az mindenkinek valahogy máshogy kell ezt eljátszani, hogy erről én szívesen hallanék. Hát ugye, hogy lehet részegembert játszani józanul, és hányféleképpen lehet. És hogy találtatok rá a sajátotokra? Feri, mikor színészként voltál a darabban, akkor neked is ezt kellett. Nem tudom most, mennyit iszik, bocsánat. Semennyit. Ja, igen. Vagyis el is hangzik, néha. Hogy néha, igen. Csak néha. Igen, de akkor dolgok történnek. Ők a baj van. Igen. Én kíváncsi vagyok először, hogy a Konrád mit mond. Okay. Hát elárulok egy nagy titkot. Velem már előfordult, hogy ittam alkoholt. És az is előfordult, hogy éreztem ennek hatását. Na most ennek az élménye, az ugye ezt nem lehet így egy az egyben visszaadni. Hát lehet így is mutatni, lehet úgy is mutatni. Ez a színház kultúrájának, tehát az adott színháznak, jelen esetben József Attila színház kultúrájának, a nem tudom melyik színháznak a kultúráját is jellemző, hogy például egy ilyen... Tehát, hogy ne a gatyaletolós részegedés legyen most erre, gondolsz, hogy ha nagyon egyszerűen, körülbelül ez lenne, mert számomra az nagyon fontos, hogy meg legyen valami mutatva, az kellő ízléssel legyen megmutatva. Természetesen minden színház azt gondolja, ezt ő ízlésesen mutatja meg, de ahogy mi mutatjuk, az meg szerintem jellemző a József Attila Színházra. És én szerintem ez egy nagyon színes, érzékeny, mégis fölmutatható, mégsem gatyaletolós, hanem, de mégis szórakoztató,
és szerintem mindenki számára értelmezhető az, hogy az ember egy széken részegen nem biztos, hogy ledől, de amint föláll, akkor rögtön érződik rajta, hogy kicsit furcsa az a föld, amire éppen most így rárakta ezt a nem tudom én hány kilóját. Ezzel lehet játszani, és ezen belül természetesen vannak árnyalatok, megy ki milyen szinten alkoholista. Uh-huh. És itt nem beszéltünk még egy szereplőnkről, a Sátánról, akit a Zöld Csaba alakít nagyszerűen. Ő az a kocsmában az a szereplő, aki mindig ott van. Tehát amikor bemegyünk a nem tudom melyik kocsmába, ő mindig ott ül, ott jobb oldal. Mi van vele? Hát ő meghalt. Tehát egészen addig ott van, és ő mindig az a konstans állapot, reggel 10-kor, meg este nem is tudom, hogy hány órakor, és hogy velem mi van, lényegében semmi, ott ül, hol van? Hát ő ott van. Na, az egy kicsit más állapot, és azért ugye neki is egy kicsit más a feladata. Ez természetesen a papnak is, akinek ugye azért időnként misebort azért meg kell írnia, vagy írnia, de azért, amit ő mindig szeret inni, az pedig az, majdnem azt mondtam, hogy az unikum, mert ugye ezt nem mondhatnám, mert ugye ez már reklámnak minősül. De majdnem mondtad, Csaba, hála Istennek. Majdnem mondtam. Na, még mindjárt visszatérünk a szerepedre is, csak azért akkor az ittasságról, Ferit is. Ez egy nagyon érdekes, és tulajdonképpen már elkezdted azokat a veszélyeket is fölmutatni a kérdésben, hogy meg a korrád is célzott rá, tehát nem a gatyaletolás. Két utat lehet választani, az akrobatikát, hogyha nagyon profin csináljuk, vagy pedig a lélektani ábrázolás, és alkalmazva természetesen a burlesque elemeket is. Mit értek ez alatt? Tehát a részegségben ez a motto, és ezt mondtam a színészeknek is, hogy ez olyan, hogy a részegemben soha nem mondja magára, hogy részeg, hanem pont az összes minden erejét összeszedve elindul, és azt mutatja, hogy én józan vagyok. Ám de egy ideig tartja, és utána van egy nagy billenés, amiből pontosan először el is hisszük, hogy ő nem ittas, vagy nem részeg, és utána van egy nagy elbillenés, vagy egy elesés. Vagy egy tárgy kezelése, hogyha dobok egy dárcot, akkor mi történik velem, de ha nagyon részeg vagy, akkor mi történik a dárc dobáskor. És itt már a színész fantázia jön, kreativitása, ötletek vannak, és ez mind nagyon jó hangulatban zajlik, de mindig próbáljuk az igazságát megtalálni. Ehhez a kérdéshez kapcsolódik az, hogy ki a részeg, ki az alkoholista, aki ugyanannyit iszik, mint mi, csak nem szeretjük. Tehát, hogy ez ugye elhangzik, és itt nagyon fontos, hogy szeretjük őket, és a néző is szeresse őket, és akkor tulajdonképpen nem igazán azzal foglalkozik, hogy az alkoholizmusa, hanem a sorsával, hogy miért itt tart valaki, miért egy bútor darab a kocsmába, hogy bármikor jobbra nézek, ott ül, vagy mi van akkor, amikor valaki kenyér, bikarbonát, sör, ez a három, amit a vegyesbe vesz, és ez a leltár, akkor az mit jelent? Ezek nagyon beszédes mondatok, és ezek nagyon szépen kis bombák el vannak helyezve az író által a darabban. A színészet, a színháznak a legfontosabb része a sallangoktól való megszabadulás. Tehát, hogy minél több fölösleget kell lefejteni, mert nagyon-nagyon sok fölösleggel rendelkezünk, és nagyon sok túlzással indulunk neki, de az a helyes út, és az a helyes munkamódszer. Aztán, amikor a végére odaérünk, akkor reméljük, hogy nem fogpiszkáló lesz belőle, azért lesz csak gerebje a végére, tehát nem fogjuk annyira leforgácsolni, és nagyon-nagyon szórakoztató előadást is szeretnénk létrehozni. Te onnan mosni józanságából, aki csak nagyon néha iszik, te hogy látod ott, ahogy akár a próba folyamatban is? Gondolom, te azért jól szórakozol. Nem is azt mondanám, hogy szórakozok, hanem tudatosan tanulok, mert bármit hozhat a jövő, mivel amikor nekem volt a szerződtetési tárgyalásom, amikor Nemcsák Károly és az Iván, Hargita Iván fölhívott az irodába, hogy elmondják a következő évadot, és akkor mondták, hogy, és akkor arra gondoltunk, hogy a portugál főszerepét is megkapod, a Masnit, és csak azt hallottam, hogy portugál, és utána így elsiketültem, és néztek rám, hogy semmi reakció nincs az arcomon, hogy nem örül neki, vagy mi bajom van, és akkor mondom, hogy most ezt muszáj elmondanom, ne haragudjatok, de mindenki ilyen nagy álomszerepeket mond fiatal színésznök is, hogy végre itt egy portugál is, hogy a Juci néni, nekem az álomszerepem, és így néz rám a Károly, azt mondja, de hát Renáta, mi a Masnira gondoltunk. De mondom, Károly, én arra még fiatal vagyok, én azt nem tudom, azt még nem játszhatom el, de láthatom. És itt jön a kérdésed, hogy
imádom nézni. Tehát aha. Szabó Gabi játsz a Juci nénit, és nem tudom, hogy 20 év múlva talán kapok-e egy Juci nénit egy Portugálba, majd rendezd meg. 20 év múlva? Igen. A Hamut is mamulak mondom. Szóval tanulok, nézem, mert elképesztő, amit például a Szabó Gabi csinál. Tehát öröm mindenkivel együtt dolgozni, tehát nagyon-nagyon jó. És hát ehhez egy olyan felszabadult próba folyamat kell, amit ugye Feri is mondott gyakorlatilag, hogy tehát ahhoz, hogy lefejtsük a sallangokat, ahhoz bele kell menni a bármibe, nem? És ahhoz egy hát bizalom kell, egy kell a több. Igen, ez igen. Kell egy légkör, de hát biztos ugye azért a Feri rendezőből, de azért színészből is van ám nagyon. Uh-huh. Tehát, hogy ahhoz ezt a légkört megteremteni, és pontosan tudja, hogy jönnek az ötletek, mert ugye a Feri is említette, hogy jönnek az ötletek. Igen. Szabó Gabinál jutott eszembe az akrobatik, amit mondott, mint lehetséges út, amikor az alkoholizmus, vagy esetleg annak a bemutatása nagyszerű, és az ő férje, aki meg egy nagy kalandor, a Horváth Sebestyén Sándor, és csak azért, hogy a nevek azért hangozzanak el, ugyanúgy, mint hogy a Kulcsár Vikiről se feledkezzünk aki meg. Aki ugye a feleséget, aki utána jön egy egészen hihetetlenül lendületes, fantasztikusan megírt és nagyon jó játszott jelenet a második felvonás elején talán, hogyha úgy emlékszem. Igen. Tehát azért az akrobatikánál. Az akrobatikánál igen, mert azért... Tehát persze, mondjuk egy papnál talán az akrobatika annyira nem jön szóba, bár van olyan előadás, és biztos, hogy inkább a burleszk felé elmegy, de hogy a Szabó Gabi szerintem meg az egész irgácsnak a folyamatosan az úton lévő bútor darabja, ami keresi mindig a férjét, mindig úgy útközben csak beugrik egy fröcsire, egy fröcsikére beugrik a kocsmába, de folyamatos mozgásban van, és mindig valamit keres, de hát, de hogy mondjam, hát nem gusztustalanul józan. Szóval azért az... Femina Podcast. Én idő veled és a József Attila Színház Portugál című előadásának alkotóival, Kónya Merlin Renátával, Lengyel Ferenccel és Quintus Konráddal. Feri, te felkérésre jöttél rendezni? Vagy rendezed a darabot? Vagy vágyod volt ez, hogy a 20 év színpadi lét után ebben még mutatni szeretnél rendezőként is valamit? Nem, ez egy felkérés volt olyannyira, hogy amikor megkerestek, Szokai Brigitta dramaturg keresett meg, hogy szeretne beszélni velem az igazgató úr, akkor arra gondoltam, hogy elképzelte, hogy rendezés lesz, és akkor még elkezdtem így csokorba gyűjteni, hogy mi az, amit úgy szeretnék megrendezni. A portugál nem volt benne. Nem azért, mert nem szerettem volna megrendezni, sőt, én egy-két évvel valakinek föl is ajánlottam, hogy csináljuk meg a portugált, hiszen már jó ideje nem játssz a Katolikus Zsebszínház. És akkor valahogy az elvetett mag, amit elfújt a szél, az itt a József Attila Színházba kikötött, és akkor azt mondták, hogy mit szólnék hozzá. Hát szó se jutottam, mert annyira örültem. És persze a nehézséget az okozza, hogy 423-szor játszod a darabot, akkor a partnertől kezdve az egész színdarabot kívülről tudom, hogy ki mit mond, itt vannak a fülembe a tónusok, a hangok, a mozgások, de nekünk az a dolgunk, hogy valami más csinálni, valami olyat, ami még nem volt. Az a cél, hogy itt egyéniségek vannak, színész egyéniségek vannak, hogy az ő idegrendszerére, habitusára, fizikumára építeni egy szerepet, az a legfontosabb. És hogyha az találkozik, és ő jól érzi magát benne, már pedig most akkor válaszolok a legelső kérdése is, hogy olyan stádiumban vagyunk, ahol már pontosan úgy belehelyezkedtek az emberek. Tehát nagyon sokszor megtörtént az igazi fölröppenés, tehát mint az André Rubio filmben, hogy próbálgatják, hogy hogy lehetne szárnyat csinálni, hogy oda fölmenni a napba, és leugrunk a templom tetejéről. De mi szeretnénk leugrani a templom tetejéről, de azért úgy, hogy szálljunk is, és biztonságosan éljünk talajt. Az a lényeg, hogy nagyon jó úton vannak a színészek, és mindenki tulajdonképpen már megérezte, tudja, érzi, mutatja is a méregfogát, hogy ebből mi lesz. És most a gyakorlás, aztán ennek az egésznek az összedagasztása a feladat, de én bízom benne, hogy a legeslegjobb úton vagyunk. És Konrád, neked milyen fölröppenési lehetőségeket ad a darab? Feri pedzegette az elején, hogy hát, hogy mi minden lehet a pap és a dolga a papnak, és hogy sikerül-e neki a közösség megtartás, meg egyáltalán, hogy ki ez a pap, akit te megformálsz. Igen. Papnak biztos van sok titka, sok terhe, lelkek, azokat a pici kis kereszteket ő cipeli, mindenkinek van bűne, mindenkinek van nehéz sorsa, ami föl-föl sejlik itt, de hát ő, mint egy gyóntató pap,
és templomba járnak ezek az irgácsiak. Hát kezeli a népet. Ő az édesanyjával él, akit nem látunk. Az édesanyja szeret kötni. Szeret sálakat kötni. A pap szereti ezeket hordani. Vagy kötelességének érzi. Vagy kötelességének. Pap talán nem mond senkinek nemet. Illetve ha valaki valamit nagyon erőszakosan akar, annak talán nemet mond, mint ahogy említettem, a masnit ostromolja egy retek fiú. Csak hát erőszakosan akarja, és azért azt úgy nem engedi. Hívő ember. Esetleg kibukkanna belőle valami, hogy azért ottan kis van benne kis rafinéria, valami kis csalafintaság. Nincs. Én ezt így nem találom benne. Van valami, tehát az unikumot, tehát a keserűt, gyomorkeserűt. Azt az italt, amin egy ilyen érdekes kereszt van a gömbölyű palackon, azt én nagyon szereti, valószínűleg a kereszt miatt. Nem tudom, hogy az íze miatt, vagy a hatása miatt, azokat még azért folyamatosan fejtegeti. De közben most, hogy így beszélgettünk, az jutott eszembe, hogy ez a darab is, olyan érdekes ez az egész évad. Annyira jól illik ez az előadás az egész évadba. Ugye nagyon fiatal, tehát nem azt mondom, hogy fiatal, tehát egy megújuló társulat van. A René is ugye most jött hozzánk, amit említettünk, a Lábodi Ádám is, Kulcsár Viktória is, mind akik játszanak ebben a darabban. A Horváth Sebecsén Sándor talán 2 éve van nálunk, de hogy Feri például most rendez itt nálunk először, ha jól tudom. Ha jól érzékeltem én, az összes előadás is, ugye Hargita Iván, mint művészeti vezető a Nemcsákáró igazgató mellett, az egész évad egy kicsikét épül arra, hogy ilyen társulatépítés. Portugál társulatépítő darab, de ugyanilyen darab például, amit a Hargita Iván rendezett a Szibériai Csárdás. Az például úgy szintén az egész társulatot nagyon-nagyon attraktív módon és az összes tudását fölmutatható helyzetbe hozza. De olyan volt mi úgy hívjuk magunk között, a Shakespeare Musical, a Valami Bűzlik. Tehát ezek mind-mind ilyen társulatépítő előadások, úgyhogy... És akkor meg ugye az impostor, amivel még adósok igen. vagyunk, az pedig az impostor, amit a Bagó Berci rendez, az is aki ismeri a darabot, de aki nem, akkor az jöjjön és nézze meg. Az is a társulatot egy nagyon színesen és attraktívan bemutató előadás. És még nagyon jó gyerek előadásaink is van. Például az Rágocska, amit azt hiszem, hogy Quintus Conrad rendezett. Quintus Conrad rendezett. És azzal is még adósak vagyunk, mert ott is közbeszólt nekünk, amiről nem akarunk beszélni, ugye a pandémia, igen, amiben René játszik egy kitűnő játszik egy a Pösszeiger szerepét. Benne van a Fekete Gábor, benne van a Kulcsár Viki, René is benne van, meg a Bergendi Áron, ami úgy szintén illeszkedik ebbe a megújuló, fiatal társulatba. És az Ágacskának is majd itt március környékén lesz a bemutatója. De hogy mikor azt nem tudjuk elmondani, ugyan, mint hogy ezt a szép metaforát mondta a Feri, hogy elfújt a szél azt a magot, mint ezt a portugált, ami ugye március 19-én szökken szárba. Szép költői képek. Masni, ugye mondod, hogy fölpestül a vére a szerelemtől, mint a pesgő tablettát kapott volna igen. a vére, de hát ugye őt aztán meg is sebzi ez a szerelem. Ugye hát az élet kegyetlen. Mi lesz a Masnival utána? Föláll, olyan, ösztönös, picitő. Összeomlik abban a pillanatban. Darab végén minden kiderül, hogy mi lesz a Masnival. Egy mozdulatból minden kiderül. És reményt is ad minden embernek szerintem. Nagyon fontos. Reményt mihez? Hogy merjünk szeretni? Lépni. Tovább lépni. Aha. Bármivel kapcsolatban, legyen az szerelem, legyen az barátság, legyen az bármilyen csalódás, fájdalom. Ez szerintem káprázatos a Masniban. Néha szokták azt mondani, hogy arcon csap egy szerep. Na, én nekem egy most egy picit olyan, mintha arcon csapna a Masni. Ezek már ilyen színész titkok. Igen. Feri, van bármi olyan, ami meglepett még téged is most a folyamatban? A darabban? A darabban, vagy ami ebből lesz, ami születik. Igen, és pont mielőtt belevágtunk volna, és várakoztunk erre a beszélgetésre a Renátával, akkor mondtam, hogy milyen jó, hogy rábukkantunk, és komoly gondot és energiát fordítunk arra, hogy bemutassuk ezt a két szerelmest. És nem félek attól kimondani, hogy amikor meglátják egymást, és pont akkor, hogy hova mész, kérdezi a kocsmáros a Becét, és azt mondja, hogy Portugáliába, és ebben a pillanatban lép be Masni. Tehát, hogy ez mint a Romeus Júliába, hogy állaszban vannak, mennek, táncolnak, és aki állaszon kezdte, azt mondja, hogy ez ő.
És ő is nézi, azt mondja, igen, ez ő. És két ember egymással ugyanakkor, ugyanabban a pillanatban megérzésképpen rámutat, és azt mondja, hogy ez nekem minden körülmények között kell, mert én most abban a pillanatban beleszerettem. És nagyon nehéz ezt ábrázolni a színházban, filmen is, színészileg, hogy hogy kell megfogni a szerelmet, ezt hogy kell ábrázolni, és hogy a néző higgyel, és aztán teljen meg a szíve, igen, hogy érzelemmel. Azért megszólalnak a fanfárok, amikor ők meglátják egymást, aztán meg fogjon el minket a csalódás, a kétségbeesés, amikor ez a szerelem nem sikerül. De nem baj, hiszen az a dolgunk minden esetben, hogy mint egy marionett bábú, vagy egy Jancsi szög, hogy mindig felállunk. Tehát lögdösnek, megböknek, de felállunk. És mi volt a meglepetés? Ez a kémia? Hogy igen, hogy ez egy nagyon fontos szál. És szerintem kellő tehetséggel is mutatják be a fiatalok Lábodi Ádám és Kónya Mellé Renáta. Na, milyen szépen beszéltem rólad. Köszönöm. A premier előtt izgalom okait fejtegetjük, illetve egy extrém beugrás története következik. A Femina Podcast vendégei a József Attila Színházból Kónya Merlin Renáta, Lengyel Ferenc és Quintus Konrád. Mennyiben férfias ez a darab? Most ugye mi itt egy női oldal vagyunk, femina.hu, hölgyekre különös tekintettel, és hogy a szerelmi szál oké, de hogy amúgy meg ezek a poénok, meg ez a fajta ábrázolás, hogy olyan férfias világnak tűnik. Én gyors választ adok, amíg a kollégáim gondolkoznak, hogy teljesen egyenlően van a serpenyőben a dolog, mert az alkoholisták között is van egy Jucika, tehát nagyon primán ki tudja, tehát ott a nőiesség is van, és Szabó Gabi. És akkor ő hogy mutatja föl? Hogy iszik a férfi? Hogy iszik a nő? Tehát ezt is bemutatjuk. Tehát, hogy azért nem csak férfias az ügy, és maga ez a alkoholizmus, amit nevezhetünk bátran betegségnek is. Konrád. Nem tudom, ezzel most így hirtelen próbáltam végig gondolni, hogy ki milyen fázisban van a párkapcsolatával. Ugye van a sátán, akiről beszéltünk, őt elhagyták. Elhagyta a felesége, és egy Egressy Zoltán minden darabjában szereplő Bittner, a rossz, a Bittnerrel él. Ő a sátán. A gyereke is. Meg a gyereke is. Az előbb említett Jucika, ugye a Irgács folyamatosan mozgó bútor darabja, aki akrobatikus elemekkel mutatja be az alkoholizmus. Neki van egy férje, a Csipesz. Ők ugye férj és feleség, de hát úgy vannak el egymás mellett, mint ahogy az, szóval igen, nagyon sokan. Van a Kocsmáros, akinek feleségét eltemette, mert rákos. És a gyász hogy jelenik meg? És hogy a gyász hogy jelenik meg? És tehát ő elvesztette a feleségét, és akkor van egy ilyen érdekes szerelmi háromszög, ugye van egy potenciális lehetőség, hogy ők ketten, ez a retek és a masni, hogy ők lehetnének egymásé, de ebbe belezavar, tehát ott van egy szerelmi háromszög, belezavar valaki. És akkor marad még egy pap, aki egy katolikus pap, cölibátus, tehát ő meg a mamával. Így is van még egy feleség, ugye a Kulcsár Viki, tehát a fiúnak a szerelmi háromszögbe egyszer csak lesz egy szerelmi négyszög. És nagyon pontos problémákat mond el a feleség. Igen. Szóval igen, mert ott azért van egy ilyen egzisztenciális kötöttség, elköteleződés, amiben az én ha bele szokott esni egy intellektus, aki csak mondjuk eszéket ír, és abból nem nagyon lehet megélni, de mégis adná valahova a lelkét. De tehát a kérdésre a válasz az, hogy ha femina és női oldal, én most csak most gondoltam így bele, hogy azért a nő-férfi, tehát a párkapcsolatok, a társas kapcsolatok, az teljes palettája itt van. Nem tudom, mi az, ami kimaradt. Igen. Minden, igen. Renáta, ugyanehhez? Ez nem egy kimondottan női darab, és nem egy kimondottan férfi darab, ez mindenkinek szól. Tehát csak ismételni tudom a kollégáimat. És korosztálytól függet, jó, hát most mondjuk a kis... Ez, hányas karikás? 18 ez karikás. Az 16 fölött. 16 fölött, de mindenkit megszólít. A 70 éves hölgytől, úrtól kezdve mindenkit megszólít. És akkor nem sokára a premier az még az előadások sorában egy különleges, először a közönség előtt a darab. Mi zajlik a premierkor a kulisszák mögött? Mi más, mint ami egyébként? Hát jó lenne azt mondani, ugyanolyan előadás, mint a többi.
De nem, tehát egy nagyon fontos állomás. Ez olyan, mint a formaidőzítés a sportolóknál. Tehát akkor van a verseny. A verseny akkor van nagyon sok barát, akkor van nagyon sok drukker, meg esetleg ellendrukker is, bár én ilyen nem, és sosem találkoztam. De hogy mondjam, tehát oda nagyon sok minden koncentrálódik. És a pályának, ennek a egész furcsa pályának, a színháznak, vagy a színészetnek egy ilyen különlegessége, hogy akkor ott mindenki nagyon izgatott. Az egész család körülötted, a barátok, te magad is, mit ünneplőbe öltözteted a lelkedet meg. De közben, megmondom őszintén, szerintem Reni ugyanúgy van, meg a Feri is, amikor színészként játszik. Közben meg a szerdán is ünneplőbe öltöztetjük a lelkünket, amikor este 7-kor vagy délelőtt 10-kor az Ágacska előadáson. Vagy 11-kor. Szóval a sok ünnep közül az egyik legfontosabb. Renáta, neked premiér? Izgalom, nagyon várjuk. De minden premiért. Feri? Amikor még pályakezdő voltam, tavaly. Nem tudom, hogy tavaly előtt, akkor nagyon nagy volt bennem a druk, aztán nagyon gyorsan sikerült legyőznem. A következő történt, hogy első főiskola után első éves színész voltam a Tettyén, játszottuk az Úri Murit, a Móri Zsigmon darabot. Én a Lekencei Muki voltam, aki 20 tojásból veszik rántottát, és az előadás előtt ott ült mellettem Csörgő Csuli, játszó Dánfi Sándor, Isten nyugosztalja, és aki olyan 5-60 körű színész volt, én ugye pályakezdőként 20 éves, ott ültük egymás mellett a padon, és láttam, hogy egyre fehérebb az arca. És kérdeztem, baj van? És mondta, hogy hát nem, csak az a premier. Annyira ideges vagyok, izgulok. Mondom, nyugi, Sanyi, nyugi. Ne idegeskedj, menni fog, bemész. És úgy indultam be a színpadra, és mondtam, hogy most mit csináltam? Tehát, hogy tulajdonképpen én nyugtatok el. 40 éve pályán lévő színész, hogy hogy kell majd viselkedni, hogy kell lenyugtatni magad, és mondtam, soha többé nem izgultam. Ezen valamint túlestem. Az a fajta nagyon jó izgalom, az mindig van. És aztán voltak az ember életében olyan pillanatok, hogy azt mondták, hogy a pénteki premier az valamiért elmarad, de játszunk előtte 4 előadást, mert az le van fixálva, majd az 5. lesz a bemutató. Hát a premier napján is játszottad, de ez nem volt úgy megnevezve, hogy bemutató. Épp azért azt játszottad, mint egy előadást. Majd az 5. nap eljött az a pillanat, amikor mindenki a keze lába remegett, a térde is inába szállt a bátorsága, mert az lett kinevezve. Tehát a 100. mondjuk, hogy premier, akkor a 100. kezdünk el izgulni. De általában nem a... Nekem az a tapasztalat, általában nem a premier a legjobb előadás. Mint hogy van egy ilyen, hogy a második előadás az általában, a második az a rossz előadás. Biztos benne van az, hogy a premierre mindenki úgy összekapja magát, meg minden meg van utána mondjuk egy premier buli, ott azért ember egy picit azért ott, hogy barátkozunk egymással. És akkor a második előadás... Hosszabb az éjszaka picit. Hosszabb az éjszaka, hát rövidebb a nappal. és akkor ennek megfelelően a második ad meg kicsit olyan fáradtabb szokott lenni. Vannak olyan premierek, amikor először is utoljára játszol valamit. Most a történetedről jutott eszembe egy saját történet. Körülbelül 2-3 hónappal ezelőtt volt egy nagyon extrém beugrásom. Próba folyamatnak a főpróba hetét kezdtük el, pénteki nap. Délelőtt 11:30-kor a színpadról nem csak Károly engem levett, és mondta, hogy menjek fel az igazgatói irodába. Mondom, jó van, de mondtam, Károly, ezt nem tudod most elmondani a folyosón, mert mindjárt megyek be a jelenetre. Nem. Menjek csak föl az irodába. Fölmentem, nagy kerek asztalnál, úgy leültem, hogy most mi van, és akkor mondták, hogy Renáta, az van, hogy este be kellene ugranod az egy szoknya egy nadrágba. És akkor mondom, jó, mit kell csinálnom? Hát a dúszínába, nincs sok jelenete, van 3 dal. Károly, most 11:30 van, 2-kor jön értem a taxi, megyek Budára forgatni, és jó esetben 17:30-kor érek vissza. Ja, tudjuk, már beszéltünk a stábbal, minden le van rendezve, nem lesz csúszás, a forgatáson ideérsz. Na, jó, Károly. Renáta, láttad a darabot? Nem láttam. Na, akkor itt egy kicsit elkapott az igazgató úr, hogy miért nem néztem meg a darabot, mondtam, hogy hát mert más volt a beosztásom, nem tudtam megnézni. Úgyhogy 12-től 13:30-ig bent voltam az öltözőbe, kaptam egy laptopot, néztem a
járást felvételről. Ja, és akkor, hogy ismered-e a dalt? Mondom, persze, ebből a korból nagyon sok dalt, biztos, hogy ismerem. Meghallgattam, nem ismertem. Egyiket sem, de egy volt, amit szólóba kellett énekelni. És mondom a Károlynak, mondom, jó, akkor én ezt most csak a dalt megtanulom, meg hát ugye nincs időm tanulni, mert ha nem mennék el forgatni, akkor még van arra esély, hogy megtanulom azt a két nagy jelenetet fejből. És mondom, esetleg lehetne a fülembe egy kontrollt kapni, hogy a súgó közben mondja, persze, hát máshogy nem is tudtuk volna. Mondom, jó. Na, jött a taxi, elvittek Budára, lement a forgatás. Hát nem tudom mennyivel, nem akarom mondani, hogy mennyivel száguldoztunk a taxival vissza a színházba, 17:30-kor megérkeztünk. A lényeg az, hogy csak a matekot, én mateknak hívom, hogy mi a járás, hol kell leülni, hol veszek elő pénzt, hol nézek jobbra. És végig azt tanultam a súgóval, hogy mi a szöveg hangtónusa, és mi az instrukció hangtónusa. Uh-huh. És ahogy ne keverd össze a kettőt. Mert a próbán egyszer összekevertem, aha, de az előadásom már nem. Tehát megcsináltam egy előadást, ami igazából a színészek rémálma, tehát ez egy valós dolog, hogy azt álmodjuk, hogy bent állunk a színpadon, nem tudom mi a darab, nem tudom mi a szöveg, kell énekelnem az éneket is fülkontrollba, és szerencsére élő zenekar, vagyis egy zenekarral ment, nem felvételről, és a karmesterek kokettáltunk, bizonyos dallamokat már elfelejtettem, mert nem tudtam megjegyezni, de az Eszter súgta a fülembe, énekelt Eszter a fülembe, meg mentem utána, telt ház, de közben legyek díva, legyek szexi, legyek a dúszíne az egy szoknya egy nadrágból, és mint egy őrült, amikor így vége volt, és így még akarom ezt az érzést. És valamit kaptam ettől. Most ezért meséltem el, hogy mennyire izgulok azóta, ez, ahogy megtörtént velem. A legrosszabb rémálmod, onnantól már igen, mi történhet? A kollégáim mesélték, hogy ott álltak a súgó mellett, mert nem hitték el, hogy súgja nekem a szöveget, és most kiveszed a táskából a pénzt. És veszem ki a pénzt a táskából, és közben mondom, amit mondani kell. És nagyon élveztem, csodálatos volt. Beugrás az egy rémálom. Én tegnap ugrottam be, úgy szintén. Tényleg. Most ez nem csak az, hogy én beugrottam, ez egy dolog, hanem hogy egy előadásunk a Király beszéde, és két igen, kitűnő színész, a Fila Balázs és a Mucsi Zoli Kapa játszották, és ugye teltház volt, ami azért az nagyon fontos, és én nagyon örültem, hogy beugrottam, persze mindenki így leizzad, meg én is őszülök tőle, meg minden. De melyik szerepbe ugrottam? A Churchill szerepébe ugrottam. Uh-huh. Nem ezt akarom mondani, csak azt, hogy a Király beszéde, és szóval olyan felemelő érzés, nem nekem szól természetesen, hanem a két kitűnő színésznek, meg az egész társulatnak, de hogy ritkán vagyunk úgy, és de egyre többször a József Attila Színházban, tehát hogy fölálltak, bravóztak, prózai előadás. Ugye beszélgetünk itt a podcastban a darabról, korábban Pikali Gerdával, Palu is itt igen, volt, igen, meg Szabó Gabi. Igen, igen, a két feleség. Igen, abszolút. És hát a beszélgetés is jó volt, meg hát láttam az előadást is, úgyhogy megerősítem. Hát szuper volt. Hadd kérdezzek mindenkitől egyet a végére még, egy picit elrugaszkodva most már a darabtól, de hogy egyébként hogy vagytok a bőrötökben, mi mindent csináltok, ugye rátok több figyelem van színészként. Feri most itt a sorozatokkal végképp az utóbbi időben. Tibi vagy Tibor? Tibi vagy Tibor, ugye, hogy a Keresztanyú vagy a Drága Örökösök. Hogy állsz egyáltalán ez a sorozatos népszerűséghez? Ez igaz, a világon semmit nem változtatott az életemen, azon kívül, hogy többet dolgozom, vagy folyamatosan dolgozom, de úgy vagyok azzal, hogy a sikerrel úgy találkozom, hogyha mondjuk bátran rám kiabálhatnak az emberek az utcán. És megteszik? Persze. Mit akkor mondanak? Tibi, izé, művész, és ennek van számos verziója, hogy szólítanak, és akkor Cseh Ferenc, vagy Német Ferenc, vagy Lengyel Ferenc. Jó, ugye, végül is mindenre hallgatsz. De nem, és semmi, hát pontosan tudom, hogyha ott vagyok, és útba esek, és csinálunk egy selfit, vagy ilyesmit, tehát ez ennyiben jelenik meg, vagy több újságíró keres meg, de másban ez nem, de nem is érdekel. Már mi nem érdekel? Az, hogy ezzel foglalkozom, hogy siker, ja, nem ja, siker, ja, mi történik az emberrel, engem a játék érdekel. Tehát ez a világ legjobb dolga, játszani. Színházat csinálni, filmet csinálni, sorozatot csinálni, mert a guruló kőre nem tapad moha. Tehát az ember megy, akkor folyamatosan
élénkül, szed magára. És az, ami így a beszélgetés elején elhangzott, és többen állítottuk, és ez igaz, hogy ez egy nagy folyamat. Tehát maga a színészet is egy hosszú távú pálya. Ez nem egy verseny, hogy én vagyok a jobb, te vagy a jobb, te kevésbé vagy jó, hanem ez a feladaton, most éppen ezt így teljesítettem, ekkorát ugrom magasban, távolban ekkorát, de dolgozom rajta, hogy az jobb legyen, hogy az menjen följebb, vagy távolabb, attól függ, milyen versenyszámba indulunk, de ezt tartom egyedül fontosnak, tehát a játszani. Nevezhetjük az embert nevető embernek, sokféle elnevezése van, de a játék az egyik fő sajátossága az embernek. És ha pláne egy egész életet el tudunk ezzel tölteni, hát annál jobb nincsen. Renáta, veled mi van mostanában? Ugye forgatást hallottuk, nagy beugrás is volt, itt jön a premier. Nagyon intenzív az évadom, úgyhogy néha így eszembe jut, hogy mi lesz 19-e után, ugye akkor már csak játszani fogok. Jó, lesz egy ágacska felújítónk. Még egy imposztor? Ez rám nem vonatkozik. Hmm. Vagy még nem tudok róla, tehát újabb szerep. Beugrás? Nem. Jobb, ha nem kell beugrani. Úgyhogy ez igazából most fogom ezt először megtapasztalni, hogy az évad további részében nincs próbafolyamatom, mert eddig mondhatom, hogy szerencsés voltam más színházakban is, hogy soha nem volt luk az évadomban, úgyhogy most egy kicsit fura lesz, hogy csak bemegyek játszani, és főzhetek otthon, amikor akarok. Úgyhogy és nem jól akarok. Vagyok. De akarok, mert imádok. Úgyhogy, de igen. Úgyhogy jól vagyok, köszönöm. Konrád? Igen, hát ami még előttem van, ez a szárba szökkenő Portugál március 19-én, az imposztor az rám vonatkozik, meg az ágacska is vonatkozik rám utána, nekem is biztos ilyen elvonási tünetem lesz, hogy akkor mit csináljak. Hál' Istennek nekem van egy társulatom, amivel mi csinálunk beavató színházat fiataloknak, az eleve egy partvonal műhely, úgyhogy mi ezzel folyamatosan működünk. Nagyon régóta fiatalokkal foglalkozom, tehát hogy az engem folyamatosan leköt. Nagy öröm van, három lányom, Flóra, Hanna és Kata, ebből most ketten vannak Magyarországon, egy mindig valahol távol van, most éppen a Hanna van Skóciában, de hát ott is él, úgyhogy a vágyam is annak a megszervezés, hogy a három gyerek, Flóra, Hanna, Kata egyszer egy időpontban egy helyen legyen, ott, ahol én is vagyok. Azt például nagyon, nagyon szeretném, és nagyon szeretnék főzni nekik valamit, mert azt nagyon bírom. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok. Ha kedves podcast hallgatókat arra biztatjuk, hogy menjenek március 19-én, vagy utána bármely más előadáson a József Attilába, nézzék meg a Portugált, amelyet Lengyel Ferenc rendezett, rajta kívül még Konya Mellé Renáta, illetve Pintusz Konrád színművészek voltak velünk a mai adásunkban. Köszönjük még egyszer. Mi is köszönjük. És várjuk őket, mindenkit. Köszönöm, kedves podcast hallgatók, hogy megint velünk tartottatok a színházi kulisszák mögé. Gyertek legközelebb is!